Na, na. Hello, 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 sziasztok, akkor megint főzünk újra, most jelenleg hagymás baba főétel, amit el fogunk készíteni, most gyújtjuk meg a gáztűzszerét, utána arra a serpenyőt, benne a zsírról, csak utána meg a többi. Anyád! Ez aztán jó gyufa. Beszéltem a piezóval, már ezzel szemben gyújtottad volna, nem? Nem, én jobban szeretem a helyi szokások. Azért van piezó gyújtós. Na, ez meg kialudt közben. De a rózsa sincs jó rajta. Hát a tűzhely takarítás után nem sikerült rendesen visszatenni, hát van ilyen. Na mehet, igen. Na sziasztok, akkor most újra konyaszakácskodunk. Most hagymás bab lesz a készleten, most gyújtjuk meg a gáztűzhelyt, maradunk a jövőre egy gyufánál. Akkor meg lehetne elektromosan is gyújtani. Nem bízol a piezóba? Nem, én jobban szeretem így ezt a régi hagyományos módszert, így a gyufával ahhoz vagyok hozzászokva, tudod. Meggyújtjuk a gyufát. Tűzszerint meg is gyulladt. És még tartsa a gyomvágy darabig. Jó, most már elengedheted szerintem. Várjál, kicsit azért ne ilyen nagy lángon égjen. Jó, most már elengedheted. És akkor most ezt is tesszük, kanalat kivesszük egyenlőre. Majd amiért benne maradt a kanálba, zsír, azt majd beleolvasztjuk utána. Aztán majd elpucolni a hagymát. Itt van a bab. Másik, a hagyma most tegnap én pucoltam, most azt meghagyjuk Dani. Hát az most én, az most én pucolom. Danira fog szállni a hagyma. Na. Sziasztok ismét. És most felszeljük a hagymát. Annál a részben mondjuk a hagymát felszeljük. Az olaj ugye, vagy a zsír az már ugye megvan. Csak félre raktuk, még a hagyma szeletelés megy. Megvíkat a hagyma. Ja, kezdem már baszni a szememet, úgyhogy... Hagyd már mindenki megsiratja ilyenkor. De viszont megéri meg, kurva finom. Bizony. És így ezeket így szétvágom így negyedre. Negyed, negyed, negyed. Így. Két vágás neki, azt meg is van. Ez most vágott videó lesz, de nem úgy, mint az előző, ami ékezéből fullba ment ki live-ba. Ja. És ott van a laptop, amit kinyomtuk még az... Még azóta is ott van. Igen, még azóta is ott van, csak neki van kapcsolva. Jó, akkor most az első fejét összevágtuk, ezt akkor be is rakjuk sülni. Az mehet is. És amikor már elkezdett megsülni, akkor kell áborítani levestől a babot. Össze is rakjuk a tűzre. És már a zsír is kiült már, amióta félretettük, de egy olyan pár másodperc az vissza is melegszik. Ha azt nézzük. Lehetne így borítani is, de én jobban szeretem így kézzel így belepakolni, úgy ahogy biztos. Most a fele megvan? Bele is borítottuk. Legyen ilyen is. És akkor ezt hagyjuk akkor sülni. Még a többit össze vágjuk megint. Feltöljük a toászt. Kamerát ide. Jó. És most te vágod össze. Mit? A hagymát. Felszeleteled szépen, aztán meg mindegyik szeletet két vágással megoldod egy háromnegyedbe. Az úgy jó. Többit meg egy vágás, két vágás. Jó, mert ugye egyesével csináltam, úgy viszont könnyebb, de így is jó. De a videóban nem lesz most vágás. Ennyi. Jó, akkor ez olyan mehet be a többi közé akkor. Többit meg majd akkor, hogyha ezben megnézzük, akkor ez belerakott, tele is lesz. Lehet is. Meg tedd bele. Ja, most akkor kavart szét, ugye, hogy szétterüljön. Ugye még egy fej szerintem belefér meg utána majd a babot, nem?
közben azért a csíki sörbe figyel a sima, meg itt van a csíki krémes. Ja, az enyém a sima tiltott csíki. Igen, mert az volt ugye a nyerőkopakos, de hát nem nyertünk vele, nekem viszont otthon van már egy nyerőkopakosom. Oké, akkor ez is mehet. Akkor ez is mehet bele. De szerintem akkor egyenlőre ennyi elég is lesz, amit beleroksz. Megint nem majd utána teríts szét. Akkor most a babot azért bontsuk ki először. A sima nyitó fülös, azt meg viszont konzervnyitós lesz, mert az meg nincsen füle neki. De van konzervnyitó is. Tadam. Tadam, akkor nyissad ki a vele. Lássák majd a nézők is. Hogy működik egy konzervnyitó. A konzervnél. És van tekerés. Ha már egyszer belekapott, akkor simán. Ennyi. Ezt én csak ezzel tudom kinyitni ezzel a tekeréssel. Én is amúgy. Van ez a sorjás penge. Az igen, a, azt tudom. Egyszer volt, amikor akkor lesz, csak ismerem. Olyan volt, azzal soha nem tudtam kinyitni. Ismerem, azzal én sem tudtam, hogy soha vagy ilyen tekeréssel, vagy pedig a kés belepüfölöm, azt akkor a késsel végig. Az volt, amikor feszegettem kézzel, ezért késsel, mert mással nem tudtam kinyitni. Igen, mert nem volt más. Szerintem ennek a levét azt le is önthetjük. Nem kell leönteni, mert az levestől ja, kell mondani. Tényleg, ugye, mert ugye, ha megpörkölödik, akkor legalább lesz leve. Nem, az levestől kell, mert másképp nem tud mivel megfogni. Na, mert Dani vedelése a csíkisört. Krém csíkisör. Egészségetekre. Közben már pörkölődik a hagyma is. Ja, közben rohadt meleg van. Közben már nem emlék, amit szólunk. Az sem már kis gatyára kell, hogy vetkőzzünk. Ezzel még úgy sem sokkoltam a nézőimet, hogy a pólót is levettem az előző videóba. Egyszer mindent el kell kezdeni. Hallom, most. Te azt nézzük, hogy egyszer mindent el kell kezdeni? Hát az biztos. Úgy de szép bevágásod van. Balkártya nem olvasó? Azaz. Kőműves dekoltás. Na várjál, csak majd legközelebb nálam lesz a kamera, előbezom a balkártyát, azt majd lehúzom. Hát figyelj, leolvasom, majd leveszek róla 100 000 forintot legalább. Kész. Na de maximum olyan jó, ha 1 forintot le tudsz róla mai venni. Három. Igen. A hagyma pörkölődött annyit, hogy most már az első konzervet azért szerintem rá is tudjuk igen. Tenni. És akkor zsúsz. És van az első konzerv. És akkor zsúsz. Úgy, levestől, mindenestől bovíjad. De menjen rá az egész. Rá is ment. És akkor még össze kell kavargatni, hogy ez ott jó legyen. Akkor nem is. Egy kicsit melléfröccsent, azt jó, tök mindegy, majd lemossuk. Hát azért kár volt tegnap, tehát nem lehet azért nézni a tűzhelyet. Jó. Hát tegnap láttátok volna milyen volt a tűzhely, miután hát végeztünk? Az biztos. És még hogy néz ki, hogy a tehát, de azt most nem mutatjuk be. Főleg a padló. Most azért tegnap azért letakarítottam egy kicsit. Hát jó, hát azért egy része azért le volt ott a hagyja passzat. Összesen a kavarról, megnézzétek ott van a hagy, meg ott van a... Babis benne kukoricástól. Hát ezt egy darabig még csak ezért hagyni kell összejön, de ez pár perc alatt kész is van. Utána majd megy rá a következő, utána kész lesz különcsök, utána jön rá megint a hagyma feldarabolva, ja. Utána megint a... Igen, meg a következő konzervban. Ja. Megmarad meg, jó lesz volna reggelire vagy ebédre. Vagy uzsonnára. Akkor majd állnak, mert mindjárt leberül az aksia, de remélhetően ezt még fel tudja venni. Dob fel a töltőre. Hát az lesz majd maximum, hogy felakom töltőre, és úgy videózunk tovább. És itt a konnektor pont mellett? Persze, hát annyi. Én még szerintem töltőfej is akad. Ja, egyébként igen, na nézd, 21 óra 54 van. Akkor... Ja. Megint egészségetekre. Egészség. Ja. Azzal. Ja? De és akkor így hát a jó szaga van. Hagymás bab! Én is szeretem a hagymás babot. Nem szeretem ám, ha a kajámra fájáznak. Bizony. Az bizony, hát most már akkor... Megvegyék már fel itt a második adagot is, amik önkészül. Az meszeszke. Gajdács konyhája. Hülye. Azaz. Vagy inkább Dani konyhája. Gajdács meg a Dani konyhája inkább. Hát Balázska lehetséges. A csöcsém írta, hogy legalább kajó után lesz két WC.
Hát az a baj, hogy csak egy van. Az a baj, csak, de úgy ért, hogy kétszer menjünk egymás után. Hát majd váltott műszakban fogjuk szétposti azt az egy vészét, ami van. Csicsa, a tékár tokács, lesz mit takarítani. Igen. Lesz. Lesz mit takarítani. Na azt tudni. Tegnap is, amikor nézzétek meg a tűz helyet, lesz mit takarítani. Tegnap is, amit csináltunk, akkor is utána a nagy takarítást csináltunk, utána kijutok el a tűzhelyet. Tűzhelyet tisztítom, abból lesz uviszkolva az egész. Megkajáltunk, aztán takarítás volt. Úgyhogy most is az lesz. Úgy. Jó szaga van. Hagymás, bab. Én is szeretem a hagymás babot. Csak viszont kéne valami, ami fog meg, akkor ezzel a kamerázzal ezzel is. Ki kell kaparni belőle. Hát ott van az a kanál. Csak ugye nekem két kéz kell hozzá. Ez meleg volt. Szóval még várunk egy kicsit, hogy hűljön. Addig legfeljebb megisszük a csíkisört. Az az. Én azt ágítam, úgyhogy... Hé, azt a bérpoklóseget rád, he! Szomjas voltál, mi? Ja. Gondoltam. Szomjas vagy, látom. Egy üveg sört kibontok, figyelj. Egy üveg csíkét kibontok, figyelj. Csak a szék neveseknek. Bazd meg. Rohagy meg ott akkor. Beleragad a kanálnak a közepén. Mindegy, akkor ezt is rajta hagyjuk. Oreóvá! Ercsi, ez micsoda? Hagymás bab! Van. Hagymás bab! Balázska, én te beszélsz? Én szeretem hagymás babot. Várja, Balázska, te beszélsz, mint kultúra parasztként. Jó van. Én is ezt mondanám. Már készen van. Ennek a kajája ki van pakolva, most jelenleg az enyémet szedem. Aztán ott van. Úgyhogy? Jó szaga van. Vagy másról. Jó, belekünk a kecsit, aztán egy csak szétfingjük az ágyat. Meg szerintem lehet a boxerosunk is kiszkod a picsába. Meg ketté fossuk a WC-t. Lehet, hogy a WC is ketté fog repedni, úgyhogy még lehet, hogy úgy WC-csészét is venni kell. Ugye, hogy azt nézzük, az egész város egy nagy WC-csésze. Igen, még hogy város egy nagy WC-csésze. Az egész város egy nagy WC-csésze. Az egész világ egy nagy, hatalmas nagy WC-csésze. Hát egy picit olajos lett, igen, meg ugye ott a babnak is a levét is belöntöttük. Már videózik ő is. Hogyha már videózik, akkor ott nincsen baj. Csak hogy a kósolás is benne legyen. Jó, itt vagyok, srácok, üzenik összegi, Gabi. Köszönjük szépen. És akkor megkóstolom én is. De amúgy jó lett. Tehát Dani azt mondja, hogy jó lett, meg jó az íze, és akkor ott baj már nincsen. Én is szeretem a hagymás babot.